Hogyan lehetsz tulajdonosa egy filmes autó replikájának? Ha van sok pénzed, veszel egyet készen. De ha nincs, arra is volna egy alternatív megoldás. De sok vele a lótás futás. Kicsit rizikós. Nem ajánlom. Vagy néha félreteszel egy kis pénzt, és akkor kicsinyenként, ahogy én, akár évek alatt, meg is építheted. Ha így van, ez a videó neked szól. Ebből ezt? Szarból várat? Hogyan? Ha most itt vagy, akkor érdekel a téma, vagy tervezel valami ilyesmit. Csak tényleg néhány szó a mögöttes dolgokról. Ha szeretnél belekezdeni egy ilyen melóba, akkor mondogasd magadnak, hogy igenis, megcsinálom, és nyugodtan kezd el. Sokat mondogattam az elején, hogy időm van, megfelelnem nem kell senkinek. Ha 10 évig tart, akkor addig, akkor is meg fogom építeni. Ne engedd, hogy irigy, vagy olyan emberek, akik bele sem mernek kezdeni ilyesmibe, meg akarják mondani neked, hogy amit akarsz, azt miért nem lehet, vagy miért nem fogod tudni megcsinálni. Sosem felejtem el, családi összejövetel volt, és büszkén hoztam ki az akkor frissen a postával megérkezett szkennert megmutatni mindenkinek, hogy nézzétek! Csillogó szemekkel magyaráztam, itt van Kit első darabja, ebből lesz valamikor majd az autóm. És az egyik közeli családtag, a szemem sarkából észrevettem, hogy olyan lesajnálóan mosolyogva egy félrenéz. Ez a nézés. Nem mondom, hogy nem esett rosszul, de utána, hogy azt mondtam magamban, igen, hát majd meglátod, akkor is megcsinálom. Most meg, itt vagytok majdnem 10 000-en. Tavaly nyáron az Alma együttesen hülyéskedtünk a kocsi mellett. Remek a hangulatom. Kezet fogtam, és találkoztam személyesen Michael Knight-tal, azzal az emberrel, akit 10 évesen néztem a tévében a fekete autójában. Mindent el tudsz érni, csak akarni kell. Most, hogy a pszichológiát letudtuk, jöjjenek tényleg az alapok. Kezdjük először is a donorautóval. De hova tettem a prospekt? A sorozatban 1982-83-as trendszemeket használtak, de igazából bármilyen 82 és 92 közötti Firebird, Pontiac Firebird megteszi, úgyis visszaalakítjuk 82-esre. El kell mondjam, hogy a 86 utániakkal lesz egy kis plusz munka. Ugyanis ami körbe van spoilerezve, arról a műanyag spoilereket le kell fúrni. Mondtam már korábban a trendszemes epizódban, azok nem csavarozva vannak, hanem szegecsekkel vannak felfogatva. Jó munkát hozzá! A motor. Igazából mindegy. Attól függ, mennyire vagy perverz. Ha igazán filmhű akarsz lenni, amúgy nem tudsz, mert a filmben hidrogénhajtású volt. De ha igazán filmhű akarnál lenni, 5.0 V8-at használnál karburátorral. Az enyém is 5.0, de már injektoros. Én ezt jobban szeretem egy picit, mert azért erősebb, mint a karburátoros, és sokkal takarékosabb is. Ahogy az előbb említettem, vissza kell alakítanunk 1982-es trendszemre. Ezek az alkatrészek nagy része nem a kit külső miatt olyan, hanem a trendszem mi volt amiatt. Az a trendszem, ami akkoriban a Firebird modellnek a legextrásabb, legjobban felszerelt változata volt. Jöjjenek akkor az elemek, amikre az átalakításhoz szükség lesz. Először is kell egy púpos trendszem motorháztető. Ez csak 82, csak 83-ban, csak a trendszemeken volt. A púpnak az volt az eredeti szerepe, hogy alatta megbújt egy pótlólagos levegőbefúvó rendszer. Jó hírrel tudok szolgálni. 84-től ugyan a trendszem nem vitte tovább magával a púpot, de 86-tól a formula modellek visszakapták. Alatta nem volt semmi, de a motorháztető púpos volt. Ilyen az enyém is, mármint hogy formula. Van erre egy, szerintem gagyi, de mondjuk úgy vészmegoldás, amikor üvegszálból csak a púpot veszed meg. Szétvágod a szép és jó, de púp nélküli, fém motorháztetődet. Ráteszed ezt az üvegszálas bizbaszt. Megpróbálod, mondjuk jó, van egy jó fényező. Még össze is dolgozza valahogy. Talán lefényezve jól is fog kinézni. De az első, erősebb lecsapásnál, amikor úgy levágod a motorháztetőt, fog elrepedni, ott, ahol össze van illesztve az üvegszál, meg a fém, két különböző anyag. Össze lehet úgy dolgozni, hogy jó legyen? Ne repedjen meg a git? Én nem tudom, én mindig ettől félnék. Aztán kelleni fog előre 2 darab légbeömlős első sárvédő. Ezzel óvatosan, mert 84 után a légbeömlő, vagy más néven kopoltyú,
jóval kisebb méretű volt. Gyári bontottban elvétve lehet találni. Az enyém is ilyen, én is találtam két fehéret, de több helyen gyártják üvegszálból is, mivel ez felcsavarozós cucc, szerintem működhet. Haladjunk hátrafelé, hátsó szárny, csak a kis szárny stimmel. A bazi nagy gumiszárny, amivel amúgy a későbbi modellek legtöbbjét szerelték, nem lesz jó. Nem beszélve arról, hogy ez a nagy gumiszárny nem csak hogy csúnya és nagy, jó, szerintem csúnya. 10-15 kg plusz súlyt még rátesz a csomi ajtóra. Nekem az első donorautómon egy fekete V6-os volt, azon gyárilag a kis szárny volt. Ennek mondjuk nagyon örültem, mert amikor kicseréltük a pirosra, a második autóra, amiből végül is a jelenlegi kitem lett, a ronda, piros, gumiszárnyas csomagtérajtót lepattintottuk, és az egyes számú donorról a gyári kis szárnyas ajtót egy az egyben ráemeltük. Ebből a kisebbik fajta szárnyból a gyári egyre ritkább. De szerencsére már itthon is készítik üvegszálból, ha a minősége megfelelő, teljesen használható. 82-es hátsó lökös. Külföldön elvétve akad még bontott, de 40 éves a legfiatalabb is. Műanyag, nyeklik, nyaklik, nem tudom. Én itt kifejezetten javasolnám egy üvegszálas verzió megvásárlását. Annyi tanácsom van, mielőtt megveszel egy kereskedőtől vagy gyártótól egy portékát, kérjél róla fényképeket, hogy is néz ki az ő cucca, fényezve és autón felszerelve. Aki nagyon belemászik, mint én, szóval van annyira bolond, az kicseréli a hátsó lámpákat is. A későbbi, például európai modellnek így néz ki a hátsó lámpája, amíg a 82-es transzem, vagyis kit hátsó lámpája, pedig valami ilyesmi. És figyelem, ha már itt van a kezembe, a 82-es USA hátsó lámpán van egy plusz borítás, ez alatt ugyanilyen csíkos, ezt nem használjuk, ezt le kell szedni. De óvatosan a csíkokkal, mert ami nem transzem modell és ugyanazon az évbeli, vagy a későbbi például a 85-ösnek is csíkos a hátsó lámpája, mégsem ugyanez. És ami még fontos info, át kell madzagozni. Nem úgy vannak a foglalatok és nem úgy villog az USA hátsó lámpa, mint akár a későbbiek vagy az európaiak, de nem egy nagy ördöngösség. Még foglalatokat is tudsz hozzávenni, rokkauton kapható. Ha már hátsó lámpák. A filmben ugye volt fölöttük egy szép fekete plexi, aminek a rögzítése baromi sok fejtörést okozott nekem. A filmben nem szaroztak sokat, felcsavarozták, oszt jó napot, csavar, 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 6 darab összesen. A csavarozásnál én szebb és igényesebb megoldást akartam. Ezért vettem egy rakat erős mágnest, ami, mint kiderült, nem erős. Ekkor találtam rá egy srácra Amerikában, akit úgy hívnak, hogy Billy Günther, sajnos ő már nem gyárt Knight Rider alkatrészeket, neki volt egy ötletes, nem túl bonyolult, de baromi jó kivitelezhető megoldás. Amit a múltkor már mutattam, gyakorlatilag fémből készített egy lámpakeretet, erre belülről csavarokkal felrögzítjük a lámpákat, és a lámpakeretre rá van ragasztva ipari tépőzár körben, és ez fogja a plexit. Ne félj, fogja! Még 130-as sebességnél sem mozdul meg. 8 éve ezt használom. Persze, ahogy az egész autóépítésnél egyébként, itt is érvényes, hogy mindig kell valamiből faragni. Itt speciál a lámpákat a kerethez rögzítő csavarok hosszúságából kellett visszavágni, több mint 1 cm, hiszen a tartószerkezetnek van egy vastagsága. És az egész egységnek a lámpákkal együtt beljebb kell lennie a lámpa eredeti síkjánál, azért, hogy akkor legyen síkban, amikor rajta van a plexi. Amely alkatrészeket alig páran vesznek csak észre, én mégis úgy gondoltam, nekem muszáj, hogy meglegyen az alsó kőfelverődésvédők. 82-83-as transzemnek a kerekei előtt ilyen műanyagból lévő íves háromszögek voltak első kerék előtt is, hátsó kerék előtt is. Az elsőket a filmben talán csak a legelső részben látjuk, a hátsók azok mindig szerepelnek. Nekem valahogy egységesebb vele az autó formája oldalról nézve, így én akartam őket. Gyárilag annó ezek műanyagból voltak, néha elvétve tudsz venni eredetit horroráron. Big no! Viszont már akkor is készítették őket üvegszálból, így vettem olyat. Hát, nem kellett volna. Feltettük ideiglenesen, nem tetszett. Olyan csúnya volt. Kilógtak a szélei, mintha pillanatragasztóval oda nyomtam volna valamit a kasznira. Na de, ez itt kérem nem az a liga, ahol mi csak úgy föladjuk a harcot. Azt találtam ki, hát itt van az üvegszálas minta, itt a kocsi is. A minta alapján hajlítsuk már le fémből, és hegesszük fel. Csak persze sokkal szebben, kilógások, meg átmenetek nélkül. És ez lett. Mert
ha igényes, minőségi eredményt akarsz, és nem csak megoldani akarod, akkor muszáj egy picit agyalnod és kreatívnak lenni. Ez egy ilyen buli. Kerekek. Az egyik legnehezebb cucc. Kit úgynevezett Turbo Cast felnyét és Bowling Ball, bowling golyó, disztárcsáját csak 82-83-ban és csak a Trendsemhez gyártották. Kétféle méretben 14-es és 15-ös felnyi volt. A 14-es sem annyira gyakori, viszont jóval olcsóbb. Mondhatnád, nagy dolog. Nem, mert aki filmhű akar lenni, az 15-öst vesz, ugyanis Kiten végig 15-ös volt. Soha nem gurult 14-eseken, és szerintem legalábbis látszik a különbség. Manapság sajnos elugrottak az árak, mivel már kint is mindenki tudja, a bontós is, hogy miért keresel ilyen felnit, nagyon megkérik az árát. 4 darab, 40 éves, nem szép, ellenben csúnya, feketére vagy sárgára mázolt felnyér, simán elkérik az 1200-1400 dollárt. Ha esetleg szép, és mondjuk fel is van újítva, úgy mondják rá az 1800-at, hogy csak úgy durva. Persze, ha nem Knight Rider cucc lenne, teljesen más lenne az árcédula. Azt mondanák, 4 darab öreg felni, adja érte 50 dollárt. A dísztárcsák. Az eredeti gyárilag fémből volt. De a szerencsétlen rögzítési megoldás miatt már akkor is elvesztek, meg elgurultak, mára elvétve, ha néha-néha évente feltűnik egy-egy szett, keményen felnyi árban nyomják. Sőt, én legutoljára, amikor láttam, 2200 dollárt kértek 4 darab fémdisztárcsát. Normális! Szerencsére már régebben is és most is több gyártó is készít ilyet üvegszálból, egész megfizethető ilyen 2-300 euró per szett áron, de ne hagyd magad becsapni. Ha azt mondja a gyártó, hogy ezt nem kell felfogadni, ez kiváló, nem. Nem igaz. Nincs ilyen. A gyár is elveszett, az üvegszálas is elveszik. Nem tudod elkerülni, hogy legalább 2 ponton kábelkötegelővel ne fogasd meg a felnéhez a disztárcsát. Mondom, honnan tudom ilyen biztosra. 2014, frissen elkészült fényezéssel viszem az autót haza. Megyek egy híd tetején, és a tükörbe belenézve látom, hogy a jobb hátsó disztárcsám elhagy, és gurul lefelé a hídról, majd szépen lassan ilyen pofával lefelé megáll a száguldó autók mellett az út szélén. Még szerencse, hogy elég feltűnő az autó, így felismerték, és valaki utánam hozta. Innen is nagyon szépen köszönöm neki. Úgyhogy felninként 2 darab ilyen kötelező tartozik. És mielőtt az lenne a... Az lenne a kritika, hogy rizsa-rizsa, az info meg nulla, minden itt megnevezett alkatrész beszerzési forrását a videó leírásában be fogom linkelni. A gumiról akartam beszélni. És azt akartam elmondani, hogy Kit a teljesen gyári 215-65 R15-ös méreten gurult. Vannak replikaépítők, akik a 235 meg 245 ilyen nagyon széles méreteket használnak, de ha filmhűek akarunk lenni, akkor maradunk a 215-ösnél. A gumi típusára nézve nincsen semmilyen megfelelőség vagy előírás, mindenki azt használ, amit akar. A sorozat forgatásakor az összes autón Goodyear gumik voltak, viszont annak a típusú Goodyearnak a gyártását a sorozat végezte után 1-2 évvel abba is hagyták. Állítólag jobb is, mert akinek volt ilyen gumia, azt mondja, hogy a menet tulajdonságai borzasztóak. A magam részéről ezt úgy oldottam meg, hogy kerestem egy másik típust. A befutó a BF Goodrich lett, amelynek van egy modellje, név szerint a Radial TA, futófelület szempontjából egy az egyben úgy néz ki, mint a 80-as évek elején használt, a filmben használt Goodyear gumifutó felülete. Yes! De bevallom, ez már azért az elmerodjantság határát súrolja, hogy még a gumi mintája is azonos legyen, igazából tök mindegy. Első lökös, vagy más néven az orr. Na ez kimondottan kitalkatrész. A filmbeli autóhoz tervezték, egyáltalán nem a Trendsem cucca. A sorozat forgatása során, ahogy az évadok teltek, a műszerfallal együtt ez is változott. A legelső részben ilyen gyorsan dobjunk össze valamit szerű orra volt, ami a Trendsem gyári orrának egy pici átalakításával jött létre, szinte senki nem tesz replikára ilyet, nem is nagyon gyártják. Háromféle kit orrot különböztetünk meg, amelyeket a sorozathoz gumiból, később üvegszálból csináltak, a replika építésben persze csak üvegszálas létezik. Az első évados. A bukólámpa melletti sárga helyzetjelzőket ezen plexig takarják. Az én előzőm is ugyanilyen volt.
A második és harmadik évadban gyakorlatilag ugyanezt az orrot látjuk, csak a plexiket elhagyták, mert nagy kanyarodáskor, ugratáskor, gyors jeleneteknél könnyen elvesztek. Ezért a plexik helyett üvegszálból öntötték ki az egészet, a forma megmaradt, ugyanúgy néz ki, mintha ott lenne a plexi, csak az már üvegszálból van, egybeöntve a lökössel. A negyedik évados egy teljesen sík, homogén orr, nincsenek mélyedések, nincsenek plexi helyek, abszolút egyenes az egész, szerintem egy picit hegyesebbnek tűnik vele a kocsi eleje. Itt meg kell jegyeznem valamit, ami nagyon fontos. Csak jó minőségűt szabad venni. A nagyon jók drágák lesznek. Azokkal is lesz egy pici munka, mert mindegyiket nagyon kicsit kell igazítani. Amerikai autó lévén talán még a gyárban sem tudták ugyanolyanra csinálni a hézagokat, de nekünk meg kell próbálnunk kihozni a legjobbat belőle, de általános szabály, hogy a szar nagyon szar. Mert sajnos az olcsó, ha anyagvastagság szempontjából jó is, sorjás és elnagyolt lesz. Ezért vagy neked, vagy a festődnek rengeteget kell dolgozni rajta, töltögetni, lecsiszolni innen, hozzáadni ott, ahhoz, hogy mondjuk vállalható legyen a végeredmény. Én mindig azt javaslom, inkább spórolj egy picit tovább. Legyen meg később, de legyen a jobb. Mert amit megspórolsz az alkatrész alacsonyabb árán, azt tuti ki fogod fizetni a feljavítás, töltögetés, csiszolgatásra, munkadíjra. Persze, hogyha mindegy, de nem! Ne legyen mindegy! Te fogod utána nézegetni évekig, és hidd el, bánni fogod, hogy nem adtál magadnak még 2-3 hónap. Beszélőautónk leges-leges legfontosabb, legjellegzetesebb ismertetőjegye, amiről mindenki tudja, hogy ez milyen kocsi is valójában. Az elején trónoló és vörösen izzó szkenner. Ez a cucca valóságban egy 8 darab fényforrás magába foglaló, fémházon belül elhelyezett fénysor. Itt látható, hogy egy picit meg van hajlítva, hogy felvegye a Knight Rider orrnak a formáját, hogy teljesen szépen ívesen menjen mind a motorháztetővel, mind alul az orr. Ez nekem már a második. Az első nem volt ennyire hasonló. Ezt egy az egybe arról az autóról másolták, ami a filmben szerepelt. Az első például nem volt így meghajlítva, tehát a háza nem teljesen így nézett ki, és a plexie sem, ennek a plexie is egy picit hajlított. Itt látható a 8 darab fényforrás. Igen, ezek ledek. Nekem azért vannak benne ledek, ezek speciális, erre a cuccra gyártott, nagy fényerejű ledek. Az első halogén volt. És teljesen mindegy, milyen rendezvényen voltam. Ha ezt bekapcsolva hagytam, egy óra múltán mind a két akkumulátorom le volt merülve. Ugyanis a halogén verzióban 8 darab 55 wattos halogénizzót kapsz, H1-est vagy H7-est beszerelve, ugyanaz, mint az autók tompított fényszórója, csak 8-szor. Gondold már el, egy óráig járatod, nem mentem haza sehonnan, soha. Ez maga ugye a szkennerház, itt benne a ledek. Itt a kábelezés a hátulján, és ehhez még van egy testkábel, ami nem olyan hosszú, de a többi, a tápkábel, az van vagy 5 méter, attól függően, hogy hova akarod bekötni a vezérlőt. Ugyanis az egész szkenner a feszültséget a vezérlőtől kapja. A vezérlő van rákötve a 12-re, és ez a vége a 6 méteres kábelnek a végén, ez a stekker, ez csatlakozik a vezérlőhöz. Hát így elsőre ennyi. Hogy tetszett? Legyen rövidebb, legyen hosszabb, legközelebb kárpit színek, szőnyegek, ülések. Egy rongyos ülésszett $800. Két hét múlva folytatjuk. Peace. Ez a kamera, ami majdnem itt maradt!